Karácsony közeledtével a legtöbb ember, így a fradi sportolói körében is egyre több szó esik az ünnepekről. Női vízilabdázóink is nagyon várják már az ilyenkor szokásos pihenést és családi kikapcsolódást. És ahogy szerencsére egyre többektől, úgy tőlük sem áll távol ilyenkor a jótékonykodás. Nekem az édesanyukám 40 évben a gyerekosztályon dolgozik, tehát nálunk minden napos az év, minden napján az, hogy a gyerekeknek valamilyen formában ruha, plüssjáték, ajándékozunk valamit ugye be a kórházba. Én azért bíztatnék arra mindenkit a fradi családból, az emberekből, hogy segítsünk egymásnak és okozzunk örömet a gyerkőcöknek. Én egészen kiskorom óta ezekben a karácsonyi dobozos akció vagy ajándékokban részt vettünk, minden évben csináltunk a testvéremmel, egy dobozt állítottunk össze, és azt juttattuk el rászoruló kisgyerekekhez, de ezen kívül is a év többi napján is, hogyha olyan volt, hogy ruhagyűjtés, vagy esetleg a iskola kezdésnél, hogy egy iskola kezdőcsomag összeállítása, hogy mindig próbáltunk segíteni másoknak. Mi is minden évben a cipős doboz akcióban részt vettünk eddig, én is testvéreimmel, úgy, mint Panna, csomószor a saját játékainkból kiválogattuk azokat, amiket szívesen odaadnánk a gyerekeknek, amik még használhatóak. Úgy gondoljuk, hogy örülnének nekik. Évközben ugyanúgy a ruhagyűjtés, cipőgyűjtés az folyik a családban, és ezeket mindig megpróbáljuk eljuttatni a megfelelő emberekhez. A lányoknak ezúttal a Magyar-Máltai Szeretetszolgálaton keresztül nyílt lehetőségük arra, hogy megpróbálják ezt az időszakot szebbé varázsolni olyan embereknek is, akik nehéz körülmények között élve maguknak ezt nem tudják megtenni. Próbáljuk a gyűjtéseinket személyessé tenni, abban hiszünk, hogy az igazi ajándék akkor jó, hogyha ténylegesen megtalálja azt, akinek szánjuk. Ezért a felzárkózó településeken dolgozó kollégáink összeírt ott élő, velünk kapcsolatban álló gyerekeknek a kívánságait, amik eddig úgy volt, hogy teljesületlen kívánságok lesznek, és ehhez kerestek, a csapat ehhez keresett megvalósítókat, jó szándékú embereket, és akkor így nem általában kértünk cipős dobozba valamilyen játékot, hanem névre szólóan 6 éves kislánynak babát, 3 éves kisfiúnak pedál nélküli biciklit, amivel tud menni, és a többi, és a többi, és akkor nagyon konkrét névre szóló ajándékokra kaptunk fel ajánlásokat. Nagyon sok helyről 1300 kisgyereknek a kívánságát gyűjtöttük eddig össze, és még mindig jönnek a felajánlások, és ezeket még karácsony előtt célba is fogjuk juttatni az adott településekre. Ami különlegesebben a ajándékozásban az az, hogy mindenki a saját kívánságát leírta nekünk egy kis levélben, hogy ki mit szeretne, mire van szükség, minek örülne nagyon. Ezek nagyon szívhez szóló üzenetek és kérések voltak, és reméljük, hogy itt tényleg hasznos dolgot tudunk nekik adni, vagy olyat, aminek nagyon örülnek. Mondták, hogy majd megkapjuk a képeket az átadás pillanatáról, és nagyon kíváncsian várom, meg szeretném látni azt az örömet az arcukon. Voltak gyerekek, akik télen kis tornacipőben mászkáltak a hóban, és ugye hát nyilván a vászon az elég gyorsan átázik, úgyhogy volt két kisgyerek, akiknek cipőt ajándékoztunk, volt egy kislány, aki egy parfümöt kért. Hát nem túl nagy dolgok így a hétköznapi embereknek, de nekik mégis akkora örömet tudna ez okozni, úgyhogy én tényleg csak biztatni tudom az embereket, hogy ilyen akciókba részt vegyenek. Ha tudunk, akkor mindenféleképpen el szeretnénk jönni és átadni a gyermekeknek ezt az ajándékot. Igaz, most nem mi fogjuk eljuttatni, hanem az itt dolgozók, de tényleg tiszta szívből küldjük a gyerekeknek, és reméljük, hogy mindenki örülni fog neki, ugyanis szerintem nincs szebb dolog annál, amikor egy gyermek egy ajándékot kibont, és meglátja és örül annak, amit kapott, és hogy mennyire boldog attól, és értékeli azt, hogy ha egy kis aprósággal, ha egy nagy aprósággal, de a Mikulás vagy a Jézuska meglepte őt. Dibusz Dénes vagyok, és ezennel én is csatlakozom a Telekom mobiltelefon programjához. Ha ott ne elszek, ha nekik nem használt okostelefonotok, ne adjátok porosodni. Bárki, aki tud, találhat egy használt, de még működőképes okostelefon. Akkor azokat most jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van. Akkor a mobildonor.hu már találjátok a további részleteket. Szerezzetek örömet másoknak. Én már mobildonor vagyok. És te? Sziasztok!